Rekordot döntöttek a magyar milliárdosok, vagyonuk egy év alatt 890 milliárd forinttal gyarapodott. A leggazdagabbak listáját idén is Csányi Sándor vezeti, Mészáros Lőrinc a második leggazdagabb magyar. Szakonyi Péterrel beszélgetünk. Szerintem csalás áldozatai vagyunk. Hát, hogy lehetséges az, hogy nem Mészáros Lőrinc a leggazdagabb? Roppant egyszerű. Roppant egyszerű, ugyanis mi március 31-én zártuk, az akkori tőzsdei árfolyamok szerint számoltunk. És így jött ki körülbelül 220 plusz 60 milliárd, így jött ki a 280 milliárdos vagyon. Amit Mészáros Lőrinc bejelentett bő egy héttel ezelőtt, az értelemszerűen már nem tudtak figyelembe venni. És mennyit változtatna? Hát változtatna, ez azért szerintem egy olyan 30-40 milliárddal több lenne. Hát legalábbis minimum egára hozta volna a meccset. Igen. Ott... Mészáros Lőrinc a legizgalmasabb figura ebben a könyvben? Nem. Egyáltalán nem. Sokkal-sokkal több érdekes, izgalmas csak történet van ebbe. Nem is a figura, hanem a történet, ahogy épül. Most mondok egy példát, tavaly talán megemlítettem neked, van egy építő ipari végzettséggel, tehát építőmérnöki végzettséggel rendelkező. Azt mondom, hogy fiatalember, mert az ötödik X-etnye adossa, és ő például a világ vezető műköröm alapanyag gyártója. És ebből épített egy birodalmat. Hát ez nem izgis. Szerintem ez sokkal izgalmasabb, mint hogy valaki az állam emlőjén nevelkedve évente 100 milliárdokat, 10 vagy 100 milliárdokat szív le a közös kasszából. Na jó, hát valahol az is teljesítmény, még hogyha sokan, sokfélét is gondolnak erről. Ez a jókor jó helyen című történet. Ebben ez... a könyvben egyébként ez játszik szerepet, a jókor jó helyen? Látszik az, hogy néha ez az aprócska kis szerencse kell ahhoz, hogy valakinek sikerüljön? Nem, ez ilyen szempontból versenysemlegesek vagyunk, mert mint ahogy mondani szokás, a pénznek nincs szaga. Tehát, hogyha valakinek vagyona van, akkor... Jó, azt én értem, de a sztorik mögött sok esetben lehet az, hogy nem szisztematikus munka, hanem egy pillanat volt akkor és ott úgy alakult, és ez a vagyon alapja. Persze, hogy van. Nagyon sok volt ilyen. A kérdés nem is az, hogy megragadja valaki a jó pillanatot, hanem hogy mit csinál utána. Tehát nagyon jó, hogy mondjuk Gattyán György csinál egy felnőtt tartalmat sugárzó online felületet, és ebben mondjuk berobban a világ internetes világába. A nagy kérdés az, hogy ő tudja-e tartani ezt a helyet, és tudja tartani. Naponta 40 millióan nézik ezt az oldalt, most nem reklámozom a nevét, természetesen, aki nagyon kíváncsi rá, nyissa ki a kiadványunkat, megtalálja. Az a fantasztikus benne, hogy ebből csinál évi 80 millió dolláros nyereséget. Kétféle listát készítettetek, az egyik egy pénzügyi, a másik egy a befolyást mérő lista. Pénzt kutatni sem lehet túlságosan könnyű, mert erre azt szokták mondani, hogy van, aki fizet érte, hogy bekerüljön, van, aki pedig fizet érte, hogy kimaradjon ebből a könyvből. Sőt, azért, van, aki fizet azért is, hogy bekerüljön, és ugyanakkor azért is fizet, hogy kimaradjon. Tehát, hogy biztosra játszik. Annak mi értelme van? De most csak vicceltem. Én értem. Van, aki fizet érte, hogy kimaradjon? Most hát, nyilván képletes a történet, de abszolút. Ez a Szakonyi nekem az bármit megér, ha nem kerülök be a könyvbe. Volt ilyen ajánlat. Én csak ennyit mondok. És megért neki bármit? Volt olyan, hogy egy csak annyit mondott, hogy írjam le, küldjem át, kifizeti. Akartam is mondani, hogy nagyon szép, elegáns, drága díszsebkendőt van. A díszsebkendő, igen, az. Na jó, forduljunk komolyra, mert valaki majd félre fogja ezt a történetet érteni. Megpróbálják eldugni a vagyonukat jó sokan a vagyonosok közül? Hogyne, persze. Azok közül is, akik benn vannak a könyvben? Igen. És sikerül? Igen. Sikerül, mert azért, hogyha megnézem, most egy nagyon szomorú tényt mondok, a 100-ból szerintem legalább 20-25 ember már svájci lakcímbejelentővel rendelkezik, svájci rendszámautóval megy, és svájci jogosítványnyal vezeti ezt az autót. Tehát megpróbálnak elszakadni Magyarországtól. Most egy másik példát mondok, akinek sikerült. Például Várszegi Gábor volt első is ezen a listán, nagyon hosszú ideig az első 3-4-ben volt. Ő teljes egészében megszakította Magyarországgal a kapcsolatát, és külföldi állampolgárként, független attól, hogy van magyar állampolgársága is, már nem kerülhet be.
ebbe a listába. Hát ő az Egyesült Államokban él. Ilyen módon például az, aki most azt úgy döntött, hogy a Svájcban fog letelepedni. De van magyarországi vagyon, benne van a könyvben? Aki már svájci állampolgár, ilyen azért nagyon kevés van, az biztos, hogy nem. Tehát ő nem kerülhet be. Mert az egyik kritériumunk pontosan az, hogy magyar állampolgár legyen, transzparens legyen a vagyona, és tisztán szerezze a vagyont. Na mi nem bírom ki Mészáros Lőrincre, ne térjünk vissza, hogy mondott elég. Mennyit keresett egy év alatt a ti számításotok szerint? 160 milliárd forintot, ami annyit jelent, hogy percenként 307 ezer néhány száz forintot. Magyarul percenként megkereste a magyar átlag keresetet, havi átlag keresetet. Na erre mondom, hogy ez teljesítmény. Biztos. Biztos, én erre nem lennék valaki büszke. Valaki azt számolta ki, ezzel ti egyetértettetek a szerkesztőségben, hogy 2024-re a világ leggazdagabb embere lesz, ha így folytatja? Hát én azt mondom erre nagyon sommásan és egy népi bölcsességet idézve, hogy a fák nem nőnek az égig. És én nagyon becsülném ezt a teljesítményt, és nem akarom lebecsülni, félreértés ne essék. De hogyha egyetlen szár gyufát eladott volna az országhatáron kívül, akkor megsüvegelném ezt a teljesítményt. De ez eddig sajnos még nem sikerült. Ezt Róna Péter szokta mondani, és nem tudom, hogy ez mennyire érvényes itt a százra, hogy a magyar vagyonosodás, ami itt az elmúlt 8 évben zajlik, az a bizonyos NER által biztosított az új nemzeti oligarchia köre, ez a kör, ez teljesen improduktív vagyont termel. Tehát lehet, hogy hozzáfér az állam által, a kormányzás által vagyonokhoz, de az a vagyon az voltaképpen nem teremt újabb vagyonokat. Ez a nagy probléma vele. Ez teljesen igaz? Egyetértek professzor úrral, mert az igazi nagy probléma ebbe az, hogy ezek a vagyonok, illetve a vagyonok mögötti, az ilyen vagyonok, ezt hangsúlyozom, mögötti cégek, vállalkozások teljesen versenyképtelenek. Tehát, hogyha most mondok egy példát, hogyha mondjuk vasúti pályát kellene építeni mondjuk Szlovéniába, vagy Ausztriába, nem, egy ilyen áron nem tudnának megépíteni, és a versenyben, ami ott természetes, óhatatlanul alul maradnának. Minőségben, határidőben és árban. Tehát a piacgazdaság három legfontosabb feltételének nem tud megfelelni egyik ilyen vállalat sem. És ez benne a nagyon szomorú Egon. Ki a legnagyobb meglepetés számodra ezen a százas listán? Hát a legnagyobb meglepetés az, hogy ingatlan vagyonokkal rendelkező emberek bekerültek. Olyanok, akik eddig nem voltak a radar monitorján. Tehát az ingatlan boom, ami az elmúlt években zajlik, az megtette a maga hatását. Van, aki időben pontosan lépett ebbe bele, az nagyon szépen tudtak kamatoztatni a pontosan, pénzét. Pontosan, így van. Négy ilyen ember is van. És nagy meglepetés gondolom a kedves nézőknek, olvasóknak is, hogy Schmidt Mária, a terrorháza főigazgató asszonya is bekerült, nem is kis vagyonnal, a leggazdagabb magyarok közé, hány családjával hölgy, együtt. Hány hölgy van a listán? Mindössze kettő. Az viszont egészen gyalázatos. Igen, de itt... Kerestem a megfelelő kifejezést. Ez tény, de azt is szokták mondani, hogy minden sikeres ember mögött egy nagyon hatékony és sikeres nő áll. És azért ebben sok igazság van. Én nyilvánvalóan ilyen kutatást nem végeztünk, ezt szociológiai kutatásnak kéne megerősíteni, de biztos, hogy van egy ilyen aspektusa. Hát olyan kutatást sem végezhettetek, hogy a hölgyek azért nincsenek el a listán, mert hogy nem jutnak szerephez a férfiak mellett, és nem tudnak kiteljesedni a gazdaságban, vagy mert őket ez nem érdekli, és egészen más szerepet játszanak mondjuk egy családon belül. Így van. Így van, ezt pontosan. Ezt nem tudjátok kutatni. Mi volt a másik rangsor, beszéljünk arról, mert ne csak a pénzről esik szó, hanem a befolyásról, amely nem tudom mennyiben függ a pénzzel össze. Van átjárás a kettő között, de pontosan azt szerettük volna bebizonyítani ebben a listával, hogy a nagyobb pénz nem feltétlenül nagyobb befolyást jelent. És ezt nagyon jól mutatja a lista, hiszen az első 20 helyben szinte csak politikusok vagy politikával nagyon szoros kapcsolatban állók vannak, hogy más ne említsek, a hatodik legbefolyásosabb ember Habony Árpád, akinek tulajdonképpen semmi megfogható tisztsége nincsen. De azt hogy számoltátok ki, hogy a hatodik legbefolyásosabb, amikor igazából azt sem lehet tudni, mit csinál? Ez teljesen igaz. Mi adtunk 140 névből álló listát 10 politikai elemzőnek a politikai térfél mindkét feléről, és kértük, hogy 1-től 10-ig értékeljék az ő hatásukat, az ő befolyásukat.
És ezt ebből vontunk egy összegzést. Így jött ki ez a lista. Ki vezeti? A kérdést bízzuk a nézőkre. Az egyes számú mez neki a tulajdonos ezen a focipályán. Azt gondolom, hogy nem kérdés. Sosem volt kapus Orbán Viktor, vagy legalábbis erre nincsenek adatok, legfeljebb edzőmeccsen lehet. De most már lehetne egyessel mezőnyjátékosként is játszani szerintem. Hát bizarr lenne, de lehetne, egyébként jogilag lehetne. Mennyire lehet komolyan venni ezt a listát a tekintetben, hogy minden ellenőrzött, most nem a rangsor persze, hanem a pénzügyi része, hogy itt nincsenek bűncselekmények, amik ilyen módon bukkanhatnak elő, hogy nincsenek olyan történetek, amikből valami következik majd akár évek múlva a... Hát a jövőben nem láttunk, és ugye most itt a nem a befolyásrang listáról beszélünk. Nem a pénzügyi, kifejezetten a pénzről. Persze, hagyd mondjak persze. Egy példát, ami jól illusztrálja azt, hogy mennyire háklisak vagyunk, hogy így mondjam, vagy érzékenyek vagyunk erre. Van egy nagyon neves energiaital gyártó magyar cég, iszonyatos profittal dolgozik, hatalmas gyára van, stb. Kiderült pár évvel ezelőtt, hogy bizony egy nagyon súlyos áfacsalásban találták őket bűnösnek, és el is ítélték. Onnantól kezdve nincsenek a listán. Hány NER lovag van a listán, ahogy azt mondani? 16. Tehát miben méred a NER lovagság mikéntjét? Ez egy nagyon jó kérdés. Akinek megbízásainak több mint 50%-a állami közbeszerzésből ered. Ebből a 16 emberből 2010 előtt hányan szerepeltek a leggazdagabbak között? Hát szerintem 3 vagy 4. Tehát az összes többi egyfajta NER kegyeltként gazdagodott meg? Ez kimondható? Te mondtad. De jól mondtam? Jól mondtad. Én kérdeztem igazából. Jól mondtad. A kérdés felkiáltó jellel is zárható. Mekkora vagyon gyűjtöttek ők együtt? Azt összeszámoltad? Én azt számoltam össze, és az is egy döbbenetes szám, hogy a tavalyi vagyongyarapodás a 100 leggazdagabbnak 890 milliárd forint volt, ami őrületes összeg. Ennyi volt a vagyona a 100 leggazdagabbnak 2005-ben összesen. És tavaly ennyivel gyarapodott a vagyonuk. Tehát ez döbbenetes. De ennek 25%-a Mészáros Lőrinchez köthető. És akkor... Ő megmondta, ugye, hogy Zuckerberg hát hozzá képest. Én is így vagyok, én megsüvegelem. Ez egy teljesítmény. Na, így kezdtük, akkor így legyen vége. A többit meg megtalálják a kiadványban. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.